Szép napot, köszöntök mindenkit a nézőtérben! Először a Zaj Fesztiválra, majd az államalapítási ünnepségre látogatunk el, a művészbejáróban pedig a könnyűzenei élet egyik legkiemelkedőbb alakjával, Kovács Katival beszélget Olli Elina. Tartsatok ma is velünk! A Fekete Zaj 2009 óta meghatározó szereplő a hazai fesztivál térképen. Idén is az idilli Sástó partján élvezhettük az underground zenei műfajok komplex sokszínűségét. A zenei programok mellett installációkkal, kóstolókkal, kiállítással és workshopokkal várták a fesztiválozókat. Már évek óta hagyomány, hogy Sáston gyűlnek össze az underground zene kedvelői a Fekete Zaj Fesztiválon. Idén sem volt ez másként, a négy nap alatt számos fellépő szórakoztatta a szép számmal összegyűlt közönséget. A sokszínű koncert kínálatra az ország minden részéből érkeztek érdeklődők, akik azt is elmondták, hogy miért szeretik ezt az eseményt. Én azt szeretem a legjobban a Zajban, hogy együtt tudunk lenni olyan emberekkel, akik hasonlóak, mint mi. És nagyon nagy élmény együtt lenni veletek. Az egésznek a hangulatát, meg így a jó emberek vannak, kultúrátok, tisztaság. Most ők először, ez az egyetlen olyan hazai fesztivál, amiről így konkrétan tudom, hogy olyan típusú sötét zenéket próbál felvonultatni, amik nem kifejezetten egységúak, tehát nem egy műfajra fekszik rá, mint hogy csak metal, vagy csak dark electro, csak EBM, hanem így próbál változatos lenni. Én 2018 óta járok ide, és így pihenni járok, és mellesleg még jó zenék is vannak meg nekem. Nagyon sok olyan barátom van, akiket nem látok egész évben, de évente egyszer itt felbukkannak, és akkor egy ilyen nagyon jó közösségi élményt élünk át. A környezetet, abszolút a környezetet. Itt a hegyekben nyugalom van, csend van, a más nagyobb fesztiválokhoz képest családias. Igen, hát szerintem itt megvalósul az, ami ennek így a zenének kellene lenni, plusz az emberek kapcsolata és a zene kapcsolata, hogy tényleg így összehozza az embereket, mindenki kedves, van egy tök jó atmoszférája, és ez abszolút kiemeli a többi fesztivál közül ezt a fesztivált. Az utolsó este egyik fellépője a Maluridé zenekar volt. A csapat 3 éve alakult, a lányok már kamaszkoruk óta ismerik egymást, majd a zeneakadémia elvégzése után alakították meg a formációt. Tavaly csatlakozott hozzájuk Milán, most pedig első lemezükön dolgoznak. Amit most így megtaláltunk újonnan, mint kifejezés, az a dream pop, de amúgy az alternatív zenei műfajba sorolható a mi zenénk. Egy csomó mindent hozunk nyilván a klasszikus zenéből, ami inkább az ilyen vokál szólamoknak a felépítésében tűnik fel leginkább. Kicsit ilyen cinematic, szóval hogy a filmzenéhez, vagy a filmzenéhez hasonlítanám egy kicsit. A Katafalk is az est meghívott vendége volt. Az együttes bár már 20 éve létezik, még csak 2 éve járnak koncertezni. Mi tavaly előtt játszottunk itt, ugyanezen a színpadon, de az se pont ugyanez volt, hanem az egy ilyen 26 fős, más jellegű, kísérletezősebb dolog volt, és igazából ezzel a formációval, ezzel a felállással most játszottunk itt először. A gyöngyösi kötődésű Cure Tribute zenekar is fellépett a fesztivál zárónapján. Az együttes tagjai elmondták, mindig szívesen koncerteznek hazai pályán. Azok a zenekarok, akik itt föllépnek, kevés helyen tudnak föllépni, mivel ez igazából egy underground-ebb közeget fog össze. Hát, hogy mi miért szeretjük? Egyrészt azért, mert
hozzánk közel van, tehát mi gyöngyösiek vagyunk, és a mi zenei világunkat is bőven befogadja. Államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett városi ünnepséget Gyöngyös önkormányzata, amelyen a kenyeret és a bort Balogh Gyula kanonok plébános áldotta meg. Ilyen volt augusztus 20-a Gyöngyösön. A Szent Bertalan templomban tartott szentmisével vette kezdetét az augusztus 20-ai ünnepség Gyöngyösön. Az Isten tisztelet utána már hagyományos kenyérszentelésre került sor, ahol a Cantus Corvinus vegyeskar közreműködött, majd Balogh Gyula plébános kanonok megáldotta a kenyereket. Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezeket a kenyereket áldásoddal, hogy akik ebből lesznek, azoknak váljék testi, lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és gonoszság lelkeket, minden kísértést. A délután folyamán különböző színpadi fellépők szórakoztatták a résztvevőket. A felnőtteket magyar nóták, musical és revütánc, a legkisebbeket pedig Disney dalokból készült válogatás, illetve egy színházi műsor is várta. Az eseményt Siposev Tamás és Kovács Kati koncertje zárta. Az augusztus 20-ai városi ünnepséget Kovács Kati koncertje zárta. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar előadó művész fellépésére sokan kilátogattak. A hazai könnyűzene egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású énekesnőjével művészbejáró rovatunkban Olli Elina beszélgetett. Köszönöm szépen az a megtiszteltetésért, hogy tegezhetem a művésznőt. Szia, köszöntünk így Gyöngyösen. És hogyha jól tudom, akkor nem messze vagyunk a te szülővárosodtól és attól a helytől, ahol felnőttél annyira. Milyen élmények, emlékek fűznek ehhez a térséghez? Azt gondoltam, amikor megkaptam a dátumokat, hogy na végre, hogy Gyöngyösön is fölléphetünk, mert évek óta nem voltam. Egyébként Gyöngyös nagyon közel van Egerhez, azt hiszem összesen 50 kilométer, úgyhogy azt is mondhatom, hogy hazai vizeken vagyok, itt evezünk. De nagyon örültem a meghívásnak, mert mondom, már évek óta nem voltam, és már nagyon hiányzott. Persze megfelelő izgalommal készülünk, de szerintem mindenki, aki föllép egy műsorban, mindenki izgul, mert a felelősség az nyomasztja az embert.
Ennyi időt nagyon, nagyon nehéz egy rövid interjúba összefoglalni. Liszt Ferenc díjas, Kossuth díjas énekesen külföldön is rengeteg díjat kapott. Igazából hogyan, mi lehet a sikerre annak, aki ennyi idő után is ilyen nagy név marad, hiszen azért felhigult a szakma, nagyon sokan fellépnek, nagyon sokan szeretnének a pályán maradni, viszont ez keveseknek sikerül. Mi lehet a sikernek a titka? Hogyan látod? Azt szoktam mondani, hogy akármennyire is szépítjük a dolgot, lehet valakinek bármilyen hangja, ha nincsenek jó saját dalai, akkor soha nem lesz igazán sztár, mert az, hogy valaki elénekli az én dalaimat, az nagyon szép, meg nehezek is a dalok, de saját dallal lehet valaki nagyon nagy sztár. Mondjuk most mondanék a közelmúltból két fiú, akik Úristen, ki ez a lány című dallal, hirtelen népszerűekké váltak, mert ez csak hozzájuk kötődik, tehát meg kell formálni egy személyiséget, egy külsőt, ami csak az övék. Mert most készítettünk egy klipet, egy kislányal, aki énekli a dalaimat, nem mondhatom a nevét, mert ja, nem már lehet mondani, a Blaha Louisiana együttesről van szó, és mégis azt mondtam, hogy ez nagyon szép, meg nagyon jó, az, hogy a generációk itt találkoznak, de igazság szerint a dalok, azok kibírták az időt, mert azok, amiket énekeltem, azok általában nem kötődtek annyira egy korszakhoz, meg eléggé rokkos volt, amikor készítettük az LGT-vel, vagy a Kont Tiborral azt a dalt, hogy add már Uram az esőt, ami most nem lenne rossz. Úgyhogy ezek jó dalok voltak. Jó a szöveg, jó a... Igazság szerint, amit el lehet énekelni egy szál zongorával, mondjuk, csak úgy mondom, mert azért kell a zenekari kíséret, azok a dalok, azok túlélik a megpróbáltatásokat, azokat mindig el lehet énekelni. Én is, amikor egészen kicsi voltam, akkor már szerettem hallgatni a rádiót, hogy milyen zenék szólnak. Szóval minél korábban találkozik valaki valamilyen dologgal, ami igazán érdekli vagy leköti, az annál hasznosabb. A zene is egy olyan bűvölet, amit igazán nem lehet megunni, meg csak abba lehet időlegesen hagyni mondjuk egy-két órára, de aki szereti a zenét, az kötődik a kiváló filmzenék, hát gyönyörű filmzenék vannak. Gondolok itt arra, hogy a filmzenék például mennyire tartósítják egy filmnek a sikerét. Mondjuk a Titanic, vagy a Volt egyszer egy vadnyugat, Morricone zenéi, hogy milyen csodálatosak, és valójában nem öncélú, hanem együtt az egész egy óriási erőt jelent az emberiség számára. Ha belegondolsz, mindenhol mindig zene szól. Akárhova mész, véletlenül mindig hallasz zenét, ha más nem a szomszéd autóból. Igen. Szóval egy fontos eleme az életünknek a zene, csak akkor derül ki, amikor például most volt 2 év szünet volt a Covid miatt, hogy mennyire elmagányosodtunk, az emberek is elcsendesedtek, megváltoztak a körülmények, és amikor kiszabadultunk a 2 évi fogságból, akkor döbbentünk rá, hogy mi is, amiben élünk, hogy körülöttünk zajok vannak, emberek vannak, nélkülöztük az emberek társaságát, félve mertünk kimenni az utcára, vagy vásárolni menni, és ehhez az életünkhöz hozzátartozik mindenféle művészeti ág. Hogyha már itt beszéltünk a sokféleségről, beszéljünk arról, hogy ugye Európa összes országában felléptél, más kontinenseken is felléptél. Mi a különbség a magyar és a külföldi látogatók között, vagy látod a nézők között? Van-e különbség? Amikor annak idején a Írországban a fesztiválon a Nálad lenni úra jó lenne című dallal nyertem, akkor majdnem minden zenész ezt énekelte. Nem tudták a szövegét a dalnak, de mindenki dúdolta a dallamot. Tehát igazság szerint ez egy híd az emberek között, ahogy például én óriási lelkesedéssel tapsolok az atlétikai világbajnokságnak, mert ezáltal Magyarországot megismerik, megszeretik, megkedvelik, és a jó hírünket fogják vinni, az biztos. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsés dolog, a sport, a zene, a művészetek, ezek mind-mind hidak az emberek között. Igazság szerint nincsen nagy különbség. Nincsen nagy különbség, mert sok helyen jártam már, Tokiótól kezdve a Yamaha Fesztiválon, ahol japánul is énekeltem, de Németországban, ha más nem, akkor dúdolják a dallamot, vagy megveregetik a vállamat. Szóval igazság szerint Magyarország nagykövete voltam mindig is valahogy, valamilyen értelemben. Úgyhogy úgy kellett vitatkoznom az emberek, hogy Magyarországnak különálló nyelvezete van. Egy külön olyan nyelvet beszélünk, amit nagyon kevesen tudnak, meg értenek. De hát azért nyitottak vagyunk a világra, mert nagyon sok filmet forgatnak Magyarországon. Sok film készül, díszletnek használják az országot. Ez egyáltalán nem baj. És én azt szeretném, ha lenne nálunk olimpia is. Money.
repertoárját, a gyöngyösi közönség most mire számíthat tőled? A legnehezebb nyilván egy szabadtérre tempósabb dalokat szeretnénk énekelni, ugyanakkor a közönség javarésze szeretik a romantikus lassú dalokat is, úgyhogy ezeket se lehet egészen kihagyni, de azért más. Egy koncertteremben, ahol az emberek be vannak zárva, egy színházterembe, nyilván vannak olyan dalok, amelyeket nem lehet máshol előadni, csak egy zárt teremben. De a legnehezebb dolog, amit most kérdeztél a világon, összeállítani 500 valahány dalból egy műsort, mit hagyjunk ki? Mindig ez a kérdés. Igen, és mit kérnek az emberek, mit szeretnének hallani? Úgyhogy ez az egyik legnehezebb feladat. Az első negyed óra egyébként majdnem mindig ismerkedésből áll. Fontos az interakció? Igen, nagyon fontos az interakció. Köszönöm, hogy kisegítettél. Ez oda-vissza működik, mert amikor a közönség még nem ismer engem jól, akkor nem tudják, hogy ez humor volt, vagy hogy viselkedem, vagy miket fogok énekelni, hogy reagálunk dolgokra, és ez oda-vissza működik. Van, amikor a műsornak a javarészét összeállítja a közönség. Tehát előtte eljönnek hozzám, vagy írásban, vagy megkeresnek, és akkor mondják, hogy ezt szeretném hallani. Hát vannak itt rajongók, akik Székesfehérváról jöttek, van, aki Szegedről jött, van, aki Budapestről jött. Én azt látom, hogy sokat szépült a város. Mert azért most, hogy az autópálya elmegy Gyöngyös mellett, már nagyon hiányzott. Egyszer menjünk már be és nézzünk széjjel, hogy mit változott a város. Úgyhogy egy kicsit itthon vagyok. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen az interjút. Most pedig nézzük a mozi ajánlót. A Manhattan csatorna rendszerében lakó tini ninja teknőcök ismét felbukkannak. Hihetetlen, hogy vannak más mutánsok! Csapatjátok velük? Az emberek sosem fognak szeretni minket! Megoldjuk, hogy a mutánsok uralják a világot! Az autóversenyzős játékokban az a jó, hogy az izgalmak mellett nem kell az életedet kockáztatni azért, hogy nyerj. Na de mi van, hogyha ez megváltozik? Ez itt nem videójáték. Ez a valóság. A játékban ezért plusz pont jár. Ha ilyen hibákat követsz el, az az életedbe kerülhet. Miután évekig rejtőztek az emberek világa elől, a teknőc tesók nekivágnak, hogy megnyerjék a New Yorkiak szívét, és hogy a hős tetteik által elfogadtassák magukat rendes tinédzserként. Fiúk, hol voltatok? Csak vásárolni voltunk. Ennyi? Bocsánat, Szecska, a többiek pizzázni akartak, de én próbáltam lebeszélni őket. Leo! Milyen patkány vagy? Hé, ne használd így ezt a szót. Bocsi, apa. Hé, srácok, ha nem lennénk számkivetett szörnyetegek, és azt tehetnénk, amit akarunk. Ti mit csinálnátok? Gémis lennék. Talán lenne csajom. El tudjátok képzelni? Nem hinném. Ez őrület! Teknős, mutáns karate tini! Tudni akarok rólatok mindent! Apánk legkevésbé sem egy óriási patkány. Ettől úgy érzem, hogy egy patkány. Az örök tízetrogentől. A rendőrség megdöbbent a bűnözési hullámtól, melyet szuperlégy vezet. Senki sem látta, hogy néz ki. Miért? Mert elpusztít mindenkit, aki látta. Menő. Nem menő. Kicsit menő. Tényleg csíki. Legyőzzük szuperlegyet, és akkor mindenki menőnek tart minket, elfogadnak. Tényleg csíki. Ma este veszi át a szajrét a Brooklyn híd alatt. Tényleg csíki. Ez miért? Csík. Mi a? Kis teknőcök vagytok, vagy mi? Hihetetlen, hogy vannak más mutánsok. Csapatjátok velük? Az emberek sosem fognak szeretni minket. Megoldjuk, hogy a mutánsok uralják a világot. Az embereknek jön a kopó. Oké, fura fordulat. Idén. Nem bírunk el vele. Meg kell próbálnunk. Hajnali 6, Koros Gyergyák rád. Fiai, Michelangelo, neked van szíve. Donatello, neked van eszme. Raffaello, neked van mersze. És Leonardo, neked becsületed. Elég a duma! Minden este bunyóról álmodom. Indulatkezelési problémád van. Ez nem probléma! Tini Ninja Teknőcök. Mutáns Káosz.
A Gran Turismo film a legendás játékon alapul, de az alkotók csavartak egyet a megfilmesítések szokásain. Ezúttal egy bajnoki játékos áll a benzingőzös őrült száguldozás középpontjában. Annak, aki az autóversenyek mámorában él, ajándék ez a film. Figyelj, fiam! Azt hiszed attól, hogy naphosszat egy videójátékot játszol, autóversenyző lehetsz? Ti nem vagytok elég jók ehhez. Maradtál volna ott, ahová való vagy. Az autóversenyző profi sportok. Nem jön össze. Te félsz! Attól, hogy naphosszat egy videójátékot. Kis gamerek! Sose akartam más lenni, csak autóversenyző. És az is leszek. Ha hiszel bennem, ha nem. Ti tizen vagytok a legjobb Gran Turismo játékosok a világon. Most lehetőséget kaptok, hogy igazi autóversenyen induljatok. Ez tényleg megtörtént. Ez itt nem videójáték. Ez a valóság. A játékban ezért plusz pont jár. Ha ilyen hibákat követsz el, az az életedbe kerülhet. Tudom, mit csinálok, és nem félek. Ezerszer végigmentem ezen a pályán a játékban. Úgy megyek, ahogy szoktam. Ezt egész ügyesen csináltad. Gratulálok! Ezek nagy pályások. A többi pilóta, a box csapatod. Senkinek nem kell lesz ide. Joystick-kal sokkal könnyebb, mi? Nem látok semmit! Nem tudom tovább csinálni. Hiszek benned, Jan. Bizonyítanod kell, hogy neked itt a helyed. Augusztusban. Tudom, hogy rémült vagy. De ha tetszik, ha nem. Ez itt most egy verseny. Gyerünk! Kezdjen küzdeni! Igenis, uram. Egy másik játék. Egy másik élet. Hogyha veszítek, többet vesztek el egy versenynél. Úgyhogy nem adom fel. Mutassuk meg a világnak. Gran Turismo. A részletes mozi műsort a gyöngyösmozi.hu oldalon találjátok, hogyha el szeretnétek kerülni a sorbanállást, itt tudtok online jegyet venni. A filmekhez jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek! Ennyi volt már a Nézőtér, jövő héten is jövök, addig is kellemes hetet kívánok. Friss hírekért és információkért látogassátok meg a Gyöngyösma oldalunkat. A YouTube csatornánkon, a TikTokon és az Instagramon is találtok tartalmakat, ezt is nézzétek meg. Mi pedig egy hét múlva találkozunk, ugyanitt, ugyanekkor. Viszlát, sziasztok!